A kiváló tanulókat köszöntötték kedden délelőtt a Városháza dísztermében. Olyan középiskolások kaptak elismerő oklevelet, akiknek tehetsége, szorgalma, elért eredményei példaértékűek. Verespál polgármester beszédében kiemelte, tanulás nélkül lehetetlen megismerni a világot, enélkül gyengébb és kiszolgáltatottabb az ember, ma pedig már elengedhetetlen, hogy mindez élethosszig tartson. Mit nem tudsz mástól kérdezve, tanulni ne szégyeld. A tanulás az ismeretszerzés fontosságára hívta fel a figyelmet Verespál polgármester, aki hozzátette, ahol ennyi tehetséges diák van, annak a városnak van jövője. Majd utalt arra, a héten adták át a Nobel-díjakat és a Rácz tanár úr életműdíjakat is. Néhány évvel ezelőtt egy biológia tanárt is díjaztak, a Rácz tanár úr díjátadásán, aki egyébként a Karikó Katalinnak volt a biológia tanára. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép ív, és most itt azokat a kiváló miskolci diákokat köszönhetem, akik iskolájukban a legjobbak. Ez azt gondolom, hogy lehet egy kis biztatás arra vonatkozóan, hogy a lehetőségek a fiatalok előtt határtalanok, és azt gondolom, hogy bárkiből lehet tudós, feltaláló, kiváló szakember, akár még Nobel-díjas is. A kiváló tanulóknak szól a taps. Köztük Tóth Nikol Lilinek, a Berzevic Gergely Technikum tanulójának, aki azon túl, hogy nagyszerű tanulmányi eredménnyel rendelkezik, igazi közösségi ember. Többek között a Miskolci Diák Önkormányzat társelnöke. Ez igazából eleinte csak egy spontán dolog volt, de amikor beleláttam jobban, akkor rájöttem, hogy több mindent el tudunk ezzel érni, tehát akár ha érdeképviseleti dolgokról beszélünk így iskolán belül is, vagy csak szimplán azok a programok, amik szebbé teszik a diákok napjait. Idén 30 miskolci középiskolás teljesítményét ismerte el a város. Verespál polgármester reményét fejezte ki, hogy mindannyian Miskolcon maradnak majd, és tehetségüket itt bontakoztatják ki.